Mindig ragaszkodjunk mennyei parancsaidhoz, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és szeret a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökkél. Olyan leszek, mint a zöld elő jegenye fenyő.
tőlem származik gyümölcsöd. Aki bölcs, értse meg ezeket, aki értelmes, lássa be bűnöm, mert egyenesek az útjai, azok olyanok az igazak, de a gonoszok elbuknak rajta. Ez az Isten igéje. Istennek legyen vár. Én vagyok a Te Urad Istened, hallgass az én szavamra. Én vagyok a Te Urad Istened, hallgass az én szavamra. Beszédet hallottam, amelyet nem ismertem, válláról levettem a termet, kezéből kivettem a kosarat, gyötrelmedben segítségül hívtam, és én szobáddá tettelem. Én vagyok a Te Urad Istened, hallgass az én szavamra. Meghallgattalak a vihar felhőből, próbára tettelek Meriba vizénél. Népem, hallgass rám, ha nincsenek, bár csak hallgatná rám Izrael. Én vagyok a Te Urad Istened, hallgass az én szavamra. Ne legyen soha más Istened, és ne imádj soha idegen Istent, mert én vagyok a Te Urad Istened, aki kivezetett téged Egyiptom földjéről. Én vagyok a Te Urad Istened, hallgass az én szavamra. Bár csak hallgatna rám Izrael, bár csak utamon járna népem, táplálnám őket a búza javával, és jól lakadnám őket vízzel a sziklából. Én vagyok a Te Urad Istened, hallgass az én szavamra. Jézus mondja, tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa. Az Úr legyen veletek. És a Te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben egy írás tudó megkérdezte Jézustól, melyik az első a parancsok közül. Jézus így válaszolt, ez az első, hajd Izrael, az Úr mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Urad az Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez, szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írástudó erre azt válaszolta, valóban jól mondtad, Mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más, és azt is, hogy ő teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat. Többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatán megdicsérte, nem jársz messze Isten országától. Ezután már több kérdést nem mertek neki feltenni. Ezek az evangélium igéim. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! A hívő embernek és a hitetlennek is szüksége van a vigasztalásra, és szüksége van a reményre, mert remény nélkül se élni, se halni nem lehet. És tudja ezt a mindenható Isten is, aki nekünk Atyánk. Tudta ezt Ózeás idejében, és tudja ma is. Tudta az Ószövetség idejében is, hogy remény nélkül, és az Isten jelenléte nélkül nincsen élet. És amikor Szamaria végbeszélje idején Ózeás hirdette az igét, akkor azt kérte az emberektől, hogy tartsanak bűnbánatot. És ez az üzenet.
hogy vannak olyan idők és helyzetek az életünkben, amikor nem az igazamat, nem az erőmet, hanem a bűneimet kell vallani. Amikor bűnbánatot kell tartanunk. És ebben a világban, és ezekben a napokban is, amikor bűnbánatot tartunk, akkor megkérdezzük magunktól, hogy vajon hányszor fordultunk el a mindenható Istentől. Védj el minden gonoszságot, hogy elnyerjük a jót. Ma is azt tudjuk kérni ezekben a nehéz helyzetekben. Védj el minden gonoszságot, az önzését, a másik emberrel való felelőtlen bánásmódot, azt, amikor bántottuk, vagy tönkretettük egymást, azt, amikor csak az anyagi a szempontok, vagy a hatalom volt az, ami érdekelt bennünket, és irányított. És ugyanúgy bűnbánatot kell tartani, hogy mit jelentenek ezek a bűnök a saját életünkben. Hogy mennyit jelent ilyenkor, hogy nincs nyilvános Isten tisztelet. Mit jelent, hogy talán nem látogathatom meg a szeretteimet. Mit jelent, hogy oda kell figyelnünk egymásra, és olyan dolgokkal kell törődnünk, amit pár napban vagy pár héttel ezelőtt még teljesen másképp értékeltünk. A szeretteinkkel, az időseinkkel, a katonával, milyen gyorsan megváltozik a viszonyunk és a hozzáállásunk, mihelyt találkozunk a halál szelével. És ugyanígy Istennel is. Gyorsan meg tud változni a hozzáállásunk, ha szembesít létünk bennünket azzal, hogy milyen gyönge és erőtlen az emberi lét. És egy picurka dolognak a nagy ember, az erős ember, hogy ki van szolgáltatva. Az élethelyzeteiben mindannyiunknak szüksége van a reményre. Ezért Izrael népe, amikor megbánta a bűneit, bűnbánatot tartott, és az Úr, a mindenható Isten nem tudott haragudni. Meggyógyítom a hűtlenségüket, és szívemből szeretni fogom őket. Ez a ma emberének is szól. Azoknak, akik küzdenek, akik harcolnak, azoknak is, akiket arra kérünk, hogy legyenek felelősek egymásért, a másik életért és egészségért. Szívemből szeretni fogom őket. És mi már megtanuljuk, hogy mit jelent egymást is szeretni. Úgyhogy az életünkért futunk harcot sokszor. Úgyhogy nem a haszon, nem a jós, és nem a hatalom irányít bennünket, és nem az anyagiasság és egyéb bálványok, hanem az, hogy megtanulunk újra szeretni, aggódni és odafigyelni. Szívemből szeretni fogom őket, és megadom az életüket, ha megszabadulnak a bálványaiktól. És Istenhez tudunk fordulni. Azt mondja Ozeás próféta könyve, aki bölcs, az értse meg ezeket. Kanizsán is, a hazában is, aki bölcs, az érti a helyzetet, hogy össze kell fogni, egymás mellé kell állni, és követni kell az ősök lelkületét, amelyek ha összefogtak, és Isten áldását kérték, mindig győzelemre vezette a magyar népet, a mindenható Isten. Aki bölcs, az megérti, hogy mit jelent, hogy felelősséget vállal a másik emberért, az megérti a
a bűnbánatot is, és azt is, hogy az Isten mindannyiunknak reményt ad. Aki értelmes, lássa be ezt mind. Mindegyikünk, aki értelmes, láthatja törékeny létünket. Aki értelmes, az látja saját élete bűneit is, és az látja Isten szeretetét is, amelyet mindannyiunknak felajánl. Ezekben a nehéz napokban is. De a gonoszok elbuknak. Ma is így van. A gonoszok előbb-utóbb elbuknak. Ezek a helyzetek tanítanak bennünk, hogy tisztuljunk, és jobban tudjunk szeretni. Használjuk a magányunkat, az elvonulásunkat tisztulásra és szeretetünk növekedésére. Mert kevés az, hogy Jézus az okos felelet hallottára megdicséri a kérdezőt. Nem jársz messze Isten országától, azért, mert még nem vagy ott. Majd akkor leszel ott, hogyha nem csak mondod, és nem csak tudod a hitedet, a vallásosságodat, hanem meg is éled. Mert az nem csak azt jelenti, hogy az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr, szeret Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, és nem elég csak elmondani és tudni, hogy szeress fele barátodat, mint önmagadat, ez még kevés. Nem jársz messze Isten országától, de még nem vagy ott. Meg is kell tenni, gyakorolni kell, és meg kell adni az Istennek az imádást és a dicsőítést, az embereknek pedig a szeretetet. Ahogyan saját magunkat szeretjük, akkor majd eljön az Isten országa közénk. Akkor nem csak a közelében leszünk, hanem benne leszünk. Mert Jézus Krisztusban Isten országa itt lakozik közöttünk. És mindannyiunk számára az öröm, béke és igazság a Szentlélekben. Isten országa ti bennetek van, és közöttetek. Ha nem csak tudjuk a törvényt, és nem csak meghalljuk az Istennek a szavát, hanem meg is tesszük. Engedelmesen elfogadjuk Istennek a szavát, megadjuk neki az imádást és a dicsőítést, az embertársainkkal pedig úgy bánunk, ahogy a mindenható Isten kéri tőlünk. Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni, mert nem csak tudni kell, hanem meg is kell tenni. Mindent a világon kevés csak tudni, azt tenni is kell. A szeretetet is, a hitet is, a vallásgyakorlatot is, a megbocsájtást is, a segítőkészséget is, a munkát is, és az otthon maradott iskolásoknak a tanulást is. Nem jársz messze, de nem vagy ott. Jézus Krisztusban, ha megtesszük mindent, és elfogadjuk életünk megváltójának, Isten országa közöttünk lesz. Amen. Testvéreim, kérjük a mennyei Atyánkat, hogy a nagy bölcslet idején készségesen hallgassuk az ő szavát, és azt meg is valósítsuk életünkkel. Az evangélium világossága üzze ki az emberek szívéből a bűn sötétségét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Meglátok jósága és ember szeretete. Az egyházon keresztül áradjunk az egész világra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Krisztus békéje szüntesse meg a népek között a gyűlölködést, a viszálykodást, hogy a nemzetek békében munkálkodhassanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. A nagybölti szentbeszédek szítsák fel az üvegben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható az Isten irgalom Atya,
Fordulj felénk jóságosan, amikor bűnbánattal és bizalommal közeledünk hozzád, s új is megkegyelmedett lépedben Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kérünk Istenünk, tekints jóságosan áldozati adományainkra, melyet neked szentelünk, legyenek mindig kedvesek előtted, nekünk pedig szerezzék meg az üdvösséget, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük fel szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk Atyánk, mindenható örök Isten, te gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendeltél, hogy szabaddá váljanak minden bűnös vágytól, és úgy használják a mulandó javakat, hogy többre tartsák az örök élet kincseit. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istenem, dicsőséget betölti a mennyet és a földet, Hozsanna a magasságban, áldott a kijön az Úr nevében. Szent vagy Istenünk, a minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áldozd el szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőttünként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme itt szent titka, hallgatjuk, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kenyhét, és hálát adunk, mert alamiatt adtál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élet mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tett tökéletesé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, József nagyapáról és elhunyt Józsefről, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a kerességben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesülnek fiat feltámadásában is. Könyörőkér a mindnyájunkon, Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd. Mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökkém. Amen. Üdvözítöm szavára, és Isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménnyel válik az örök boldogságot, s üdvözítünk meg Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézett, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és szeretsz mindörökkön örökkém. Az Úr béké legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten barát, te elveszed a az Isten báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit, mondók, akik elfogadják, édesről, akkor már a szóló meghívását, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Amen.
Izrael Istene, minden szorongatásból. Könyörögjünk. Istenünk, járja el testünket és lelkünket szent lelked ereje, add, hogy amiből most részt kaptunk, azt a mennyben a maga teljességében birtokoljuk Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelked. Áldjon meg titeket, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála. Jézus világ megváltója.